földnapja alkalmából csodálatos virágokat osztanak a budakeszi önkormányzaton. Azért szervezzük meg most már hagyományos jelleggel minden évben ezt a parlántaosztást, hogy a budakeszi kertek még szebbek, még virágosabbak legyenek. Ez nagyon fontos mindenkinek, budakeszi városának is, a lakosoknak is. Az idejében pázsitviolát osztottunk, ez egy évelő növény, és abba bízunk, hogy a budakeszi sziklakertek nagyon szépek lesznek. Az időjárás most nagyon kedvez, nagyon szép tavaszi az idő, biztos vagyok benne, hogy ezek a kis virágok megfogják a talajban, és nagyon szépen díszítik majd a kerteket, és igen, ezt a földnapi akciónak a részeként hirdetjük meg, ezzel is szeretnénk fölhívni a figyelmet a tisztaság fontosságára. Délelőtt szemétszedés volt, arra, hogy vigyázzunk a környezetünkre, arra, hogy foglalkozunk vele, hogy ápoljuk. Erről szól ez a mai nap, és nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek, és ilyen sok mindenkinek fontos az, hogy egy kis virággal díszítse a saját környezetét. Mindegyik kis virághoz adunk egy ilyen kis tájékoztató papírt, ami bele van írva, hogy pontosan hogy kell ültetni, hogy kell kezelni, úgyhogy el van látva mindenki szakszerű tudománnyal, kertészeti tudománnyal, sziklakertbe, kőfalak tetejére ültethetik a lakosok, biztos vagyok benne, hogy szép lesz. Volt itt van egy hölgy, aki elmesélte, hogy tavaly is vitt, és a tavalyi virágai még mindig megvannak, és nagyon szépek. Tavaly is voltam, és kiültettük, nagyon szép lett, úgyhogy most megint jöttünk, kihasználjuk az ingyen alkalmat. Hát ezt hanem nekünk mondani, hogy hova teszik ültetni ezt a gyönyörű virágot? Hát van kertünk, úgyhogy vagy ki lesz az ablakba téve, valószínűleg az ablakba lesz téve. És volt már máskor is? Vagy? Nem, most voltam először. Gondolom örül. Hát örülök, persze. Persze. Mondjuk nem, azt sem tudom, hogy milyen virág, mert nem is... Van használt utasítást. Kaptam, úgyhogy... Kiültetjük. Hogy földbe kell rakni, és locsolni kell.